Az Arak Aktív idén ősszel nem sorversenyt, hanem egyéni felméréseket jelentett. Gyorsaság és ruganyosság, tehát alapképességek terén keresték a kiemelkedő adottságú gyerekeket. Kimentünk a város 15 általános iskolájába testnevelés órán, és bemutattuk nekik az atlétikát, házhoz vittük ezt a szép sportot, és ezt kihasználva a technikai vívmányokkal, a 21. század eszközeivel pedig felmértük őket, hogy ki milyen gyors, ki milyen ruganyos, és ebből csináltunk közösségek között, osztályok között versenyt, és hirdetünk városi leggyorsabb osztályt, legruganyosabb osztályt 3., 4., 5. és 6. évfolyamban. 111 osztály 2538 tanulójával végezték el az Arak szakemberei az iskolai felméréseket, a korszerű technikával mért eredmények alapján fogják az egyéni legjobbakat és 8 osztályközösséget, valamint 2 iskolát díjazni. A felugrást egy kontaktszőnyegen mértük, ami alapján kiszámolta a számítógép, hogy ki milyen magasra ugrott, mennyi időt tartózkodott a levegőben, és ez megvan század másodperc pontosságra, sőt ezred másodperc pontosságra, illetve a leggyorsabb gyerekeket 10 plusz 10 méteren mértük föl, hogy ki milyen sebesen fut végig a tornaterembe. Több hely nem állt rendelkezésünkre, sokszor is átlóba kellett futni a tornaterembe, hogy kivitelezhessük ezt a felmérést, de a gyerekek nagyon élvezték, és csináltunk ezek az egyéni felmérések alapján egy városi ranglistát is, egy toplistát, aminek a legjobbjait aztán a városi döntőkre várjuk szeretettel a gyerekeket. Ami pedig az Arak Aktív hagyományos formáját illeti, a legkisebbek, vagyis az általános iskolák első 4 évfolyama számára, tavasszal ismét megrendezik a látványos sorversenyek iskolai fordulóit, majd a legjobbaknak a városi döntőt is.